Sziasztok! Szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! Itt vagyunk nem máshol, mint a munkásautóban, én és a Lucas. Reggel hány óra van? 9. 9 óra. 9:15. Nem máshova megyünk, mint hova megyünk? Motort venni. Motort megyünk venni. Nem is akármilyen motort, nem rendes motort, hanem csónakra megyünk venni motort. Legalábbis megnézni. Meg akarunk nézni ma egyet, vagy kettőt, de lehet, hogy megveszünk a legelsőt, és nem megyünk el megnézni ugye a többit. Múltkor ugye eladtam a csónakról a motort, ugye a motorcsónakról a motort, és a csónak ugye megvan, de kell rá egy motor, egy ilyen nagyobb motort nézünk ma. Ekkora lesz ez a motor? Nagy. 8-as. Nem olyan nagy, de 8-tól erős lesz. A régi az 4 volt. Ez duplája lesz. Jelenleg itt megyünk. Nem sokára kérünk az autópályára. Milyen messze van körülbelül, ahova megyünk? Egy olyan óra, nem? Körülbelül egy olyan órás fut, mire odaérünk. Aztán délután meg, hogyha megvesszük, kipróbáljuk, ugye? Kivisszük a vízre. És nézzük, hogy milyen gyorsan megy. A kamerát majd adom a Lucasnek egyszer-kétszer, ugyanis ugye ez a Lucas vlogja lenne, de gondoltuk, hogy ezt a mai vlogot közösen csináljuk, tehát ez a Lucas Tamás. Vlog 3.5. 3.5. Lucas és Tamás vlog. Várjál, egy biciklis, arrébb kell menni, hogy elüssük, oda nézzél. Nem tudom, hogy miért itt megyünk, hanem is itt a bicikli után ott bent. Külön bicikli útja van ott bent, látod? Ott. A kerítés mögött. Hogy miért itt kell neki kint menni, azért, hogy véletlen valaki elüsse. Na, mindig vagyunk a highway-en, hogyan te tudok látni. És képzel, én akartam mondani, hogy a Daddy hamarosan vágja a hajam már, hogy de látod, nagyon hosszú. De valami másmit akartam mondani, hogy mostan indult a holiday. A szünet. A tavaszi szünet. 2 hét. Nem van iskola. És mit fogunk csinálni a 2 hétben? Én nem tudom igaziból. Ha valami érdekeset, majd biztos. Ja, és lesz egy 2 még Lucas volt, vagy? Ja, 2. Még egy? Nem, 2? Ja, ja. Még 2. Az utolsó lesz az utolsó szünetnek a vége. Ja, október 3. Október 3. Ja, de nekik lesz október 2. Ja. Ott egy paci, látod, Lucas? Le van takarva, és az éjszaka hideg volt. A paci mellettek itt egy jetski. Mi kéne? A paci vagy a jetski, Lucas? Mind a kettő. De pacit nem tudnánk hol rakni. Valahol ki kéne kötni a ház elé, vagy a ház végébe, oda a folyóhoz. Te ez ilyen, látod milyen jetski, ilyen horgász jetski. Fel van szerelve a horgászbottal, egy ilyen eszkivel, ilyen hűtőtáskával ott a hátulján. Látod? Ez biztos nem ugratgat a hullámokba. Kint minden. Ez is szírű amúgy. Na mindegy, még körülbelül egy a másik fél óra, mire odaérünk. Megérkeztünk, meg is néztük a motort, és úgy döntöttem, hogy nem vesszük meg. Ugyanis nem volt a legjobb állapot, de ez egy Yamaha motor volt. Nem tudtam, hogy azt filmezni, hogy emberek nem tudok filmezni, hogy néz ki. De nem pumpált vizet, az volt az egyik fő oka, ugyanis azt mondta, hogy jó volt, eddig dolgozott, utána elkezdett valamit rajt babrálni, akkor nagy nehezen elkezdett vizet pumpálni, de olyat nagyon nem akartam ugye megvenni, amivel már most gond van, hogy még meg se vettem, és már nem pumpálja a vizet. Na minden, ugye menjünk a következőre, de nem most előbb hazamegyünk, ugyanis a következőt majd csak délután fogjuk tudni megnézni, 3 óra után, ugye? Úgyhogy mit fogunk csinálni? Hazamegyünk, de már kaptam egy SMS-t, elküldte az illető a címét, hogy hol tudjuk mikor majd megnézni. Úgyhogy oda megyünk, hazamegyünk, reggelizünk, vagy megebédelünk, aztán valami érdekeset majd megpróbálunk csinálni. Mit szólsz hozzá? Okay. Meleg van, komolyan mondom, meleg van. Nézd, ez olyan majdnem, mint a Balaton, látod, hogy vannak ilyen kávézók, meg étkezők, itt bal oldalt, meg a víz. Ja, de nincs ez a balcsiki. Mit? Kukorica? Kukorica, föld, kukorica! Ott a víz, mutatom, jobb oldalt van, eddig bal oldalt volt, átjöttünk egy hidon, de most itt van jobb oldalt. Bár itt is van, látod, itt egy másik híd is, itt van bal oldalt. És azt hiszem, hogy balról jöttünk, nem? De most elmegyünk egyenesen. Nem tudom, annyi híd van, megy össze-vissza, és mindig elkeveredek ezen észre, akármikor járunk. Ja, erre kell menni. Leérkeztünk ide a tengerpartra. Múltkor itt voltunk lenne, amikor filmeztük azt a fütyülős zeneklippet, vagy mit, ugye, amit csináltunk. Itt voltunk lent jobb oldalt. Megparkoltunk, ugyanis nem más fogunk kell csinálni, mint enni. Enni fogunk csinálni. Nem más, mint sushi, ugyanis szeretjük a sushi, de csak a a halassat, ugye? Ja. Ezt csinálsz szusítés után, képzeld el, úgy néz ki, hogy menjünk megnézni egy másik motort is, meg lehet, hogy még harmadikat is, ugyanis valaki csak telefonált most, hogy otthon van, bármikor mehetünk, csak a címét felejtette megadni, úgyhogy nem tudom, hogy menjek oda, ha nem tudom a címét. Na mire, már írtam neki vissza, próbáltam hívni, és nem veszi fel. Te olyan emberek vannak, komolyan mondom. Na mire? Ha nézi ezt a videót és tud magyarul? Hát ha nézi ezt a videót és tud magyarul, akkor sajnálom, de hát mindegy, hogy magyar, vagy német, vagy ausztrál, akkor is ugyanolyanak az emberek, tehát... Na minden, hogy nem lehet megadni a címedet, és azt akarod, hogy mennyi oda nézzed meg. Jó, elfelejtetted, tudom, de hogyha visszajulok, akkor miért nem veszed fel? Próbáltam kétszer hívni, egyszer se vette fel, úgyhogy most küldtem neki egy üzenetet, talán visszaív, hogyha nem, akkor... Na minden. Menjünk a következőre, menjünk enni, megint beszélek hülyeségeket. Amit álltunk meg ezért a régi bevásárlónál, itt a Westfieldnél megyünk. Visszük a telefonunkat, legalábbis az enyémet ide bele és ebbe, kivesszük a kulcsot, látod? És tele a parkoló autóval. Lucas, annyian vannak, mint a fene. Nem kell kabát, nem? Meleg van. Tegnap olyan hideg volt, most meleg van. Bezárjuk szépen. Jó, meg vagy? Bemegyünk, és megyünk tovább. Máshol akartál menni? Nincs kulcs, megvan a kulcs. Na mi a helyzet? Milyen a sushi? Nem ettem meg. Ezt a sushit szeretjük, legalábbis a Lucas nagyon szeret. De csirkés az nem jó? Ez a... milyen? Mutasd! Milyen a belseje, ilyen csinos. Minden megesszük, hol az enyém? Megesszük, aztán megyünk tovább. Azt hiszem, hogy itt egy pattanás, látod? Oda nő egyet, de a hajra azt tényleg le kell vágni. Levágjuk el valószínűleg vasárnap, amikor az enyémet is vágjuk, rendben van? Na, én megettem az enyémet, Lucasnek még mindig van még egy. Nem, hátra? Nem, még egy van, kettőt teszel, de még egy van. Aztán megyünk tovább, rendben van? Vagy akarsz még valahova menni? Nem. Nem, rendben van. Te közel ültél. Másra nem tudtunk leülni, mert mindenhol sokan vannak. Hozzáérkeztünk, képzeld el, megvettem a motort, mutatom melyiket. Ezt a motort vettem meg, végül is ugyanúgy néz ki, mint a másik, ami volt, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem. Mind a 4 lóerős, kivéve ez 6 lóerős, és a benzintank nem a tetején van, ugye, mint a másiknak, hanem külön kell rákötni. Ahogy nézem, egy picit nagyobb, egy picit nehezebb, ugye azért, mert egy kicsit nagyobb, meg erősebb ez a motor. Úgyhogy most ezt fogunk elmenni és kipróbálni. Ott arra a vízen, ugye ott a kék csónak, felfordítottam, ahogy múltkor letakartam, de olyan szél volt múltkor, hogy a takarót vittem mindenfelé, úgyhogy inkább levettem és felfordítottam. Úgyhogy most erre rátesszük, és ki fogunk menni a Lucas-tel. Először hozom a Jackimet, ugye az életmentő Jackimet, hozunk inni, hozunk enni, és még a Davis ugye alszik, ilyenkor délutáni alvás van neki, addig mi elmegyünk gyorsan Lucas-tel és megnézzük, hogy megye egyáltalán. Ez mellett döntöttem azért, ugyanis oda mentem, és annyira jól le tudtam alkudni, képzeld el, az illető nem nagyon tudott eladni semmit, és úgy képzeld el, odaérkeztem, egyből azt mondta, hogy körülbelül 2 hónapja árulja, és én vagyok a legelső ember, aki elment megnézni. Mondtam, hogy ezt nem szólott volna mondani így mindjárt az elején, és amennyit kért érte, jóval alább mentem neki, és azt mondta, hogy megveszi. Mondtam, hogy ha most annyira nem adja oda, akkor nem lehet nézni egy másikat, és majd meglátom, hogy ha odaadja, akkor most elviszem. Azt mondta, akkor inkább odaadja, mert én vagyok az egyetlen ember 2 hónap alatt, aki előttedik megnézni. De, na minden, úgyhogy talán jól jártam, ha csak nincsen valami baja a motornak. Ez nyomja a vizet, elsőre beindult, nem második húzásra, ma meglátjuk. Aztán lehet, hogy ő csinált jó üzletet, és én nem. Na majd meglátjuk, hogy ha vizen maradunk te, akkor evezünk haza. Na, hozom a Jackit. Mostan vagyunk a hajón, nem nagyon gyors, de én szálltam. És volt el akarok látni kéteket. Ott van a régi apartment. Én elfelejtettem, mi abban a háromból miért. De gondolom, hogy az. Megálltunk, kikötöttünk egyet. Lucas, hol vagy? Alig látok a napban, vagyis látok a napban, csak az elszínét nem láttam. Hol tűntél? Milyen volt? Jó volt! Szerintem elég jól ment, ugyanis amint kiment a vízből, a négylövelőssel az volt a baj, hogy nem tudott kimenni a nem tudott felülni a vízre, ugyanis nem ment olyan nagy erővel, hogy rá tudjon ülni a vízre, és ez, amint kiértünk ide erre nyitott részre, felült a vízre és elkezdett menni, úgyhogy szerintem elég lesz, nem kell ennél nagyobb motor erre a csónakra, ez a 6 lóerő szerintem bőven elég, úgyhogy eddig én meg vagyok fel elégedve, mutatom. Itt álltunk meg, látod? Onnét jöttünk, már mutatom. Onnét jöttünk ki ugye a házaktól, és ott a víz a csónakba. Ott laknak a szüleim a túloldalon, apukámat itt raktam ki, meg vettem fel ugye múltkor. És mutatom a motort, belemegyünk a vízbe. Mi 14? Mit? Itt van a motor, látod, így néz ki végül is a csónakon. Ugyanúgy néz ki, mint ott kint az előbb a vízen, csak a hátulját nem tudom nektek mutatni. Van egy pár ilyen leütés rajta, amit most kamerán annyira szerintem nem lehet látni, mert egy kicsit vizes meg sós, ugye? De ami jó állapotban, elsőre beindult, mikor meghúztam, semmi, de semmi baja nem volt neki. Na mindegy, megmutatom ezt a szigetet, amit itt álltunk meg ezen a... Ez milyen sziget? Ez nem tudom, csak így kijött a... Kijött a vízből, ugyanis nagyon lent van most a víz, és egy ilyen sziget lett itt. Kikötöttem ide ezzel a vasmacskával, van itt egy pár madár, itt majd tudunk úszni Lucas valamikor. Mit szólsz hozzá? Okay. Ja, de nem ma, ma nincs az a nagyon nagy meleg. Ugye múltkor ott voltunk azon a szigeten ott szembe, a papával, te nem voltál velünk, mert te iskolába voltál. Úgyhogy megyünk! Empe! Elég meleg a víz, komolyan mondom, nagyon meleg. Ha így belelépsz... Mit? Pisi? Hát lehet, hogy van bele pisi. Ha valaki belepisílt, akkor biztos van benne pisi. Te, na gyere, átmenjünk oda egyet a túloldalra, körbenézünk ott is. Oda nézzél, mit találtunk. Egy ilyen zselé halat. Látod? Ez nem tudom, hogy melyik fajta, de van olyan fajta, amit nem szabad megfogni se. Ugyanis, hogyha megfogod, akkor nagyon megégeti a bőrödet. Látod, Lucas? Nem bántjuk. Nem bántjuk, nem bántjuk. Azért kell vigyázni, hogy hova lépsz. Nem hiszem, hogy meghalt. Majd feljön a víz, aztán elviszi. Ha vigyázni kell, hogy hova lépsz, ugyanis a Lucasem van cipője, neki van ilyen vizes cipője, nekem látod, nincsen. Úgyhogy nekem is kell majd egy ilyen vizes cipőt venni, ugyanis sose lehet tudni, hogy mire lépsz rá bent a vízbe. Van például olyan időszak, mikor jönnek ezek a veszélyes ilyen medúzák, ha az zseléhal, ugye medúza, úgy hívják. Tele van az egész golkosz, és ilyenkor nem szabad bemenni a vízbe sehol se. Úgyhogy abban az időben valószínűleg nem fogunk elmenni jetskizni, hajózni sehol se. Hát, ha ugye beleesel, vagy rád megy, vagy akármi. És van halálos is, de nem ez a fajta. De azok a fajták megcsíp, és nagyon megégeti a lábodat. Várj, ott valami van a vízben. Ne, nézzük meg, hogy mi az. Most az vagy szemét, vagy egy ilyen kígyó. Mi az ott? Fénylik. Vagy valami más? Ott. Á, ez egy evező, te! Egy mi? Egy evező. Az mi? Egy ilyen evező, ami a hajóhoz kell. Nézz oda, te! Valaki elhagyta. Ja, elég jó. Mit nem találtunk? Fogd meg! Ez kell lenni egy sorozat. Hoppá! Ja, lehet, hogy ilyen sorozatot kéne csinálni, hogy mit találunk a vízbe, vagy a szigeteken. Eltörött! Egy eltörött evezőt. De akárhányszor kijövünk, olyan mondom, hogy a szigetre, vagy akárhova, mindig találunk valami érdekes dolgot. Lássan találtunk egy szófa. Ja, egy ilyen ülőkét. Múltkor meg ilyen bunkert találtunk, katonai bunkert, aztán ki tudja, hogy mi volt az. Olyan bunker ott a túloldalt, akkor nem voltál velünk, a papával voltunk. Várj, megnézem ezt az evezőt, hát meg lehet csinálni, aztán a végén tudjuk valamire használni. Vagy odaadjuk valakinek, hát ha kell. Na gyere, menjünk vissza a csónakhoz. Visszajunk, aztán menjünk tovább. Nem megyünk vissza arra felé valamerre, azt egy másik szigetre, de komolyan mondom, akárhányszor elmegyünk, valamikor nem ugye filmezek, de mindig találok valamit. Vagy találunk valamit, ugye attól függ, hogy kijövünk velem. Olyan még szinte nem volt, hogy valami érdekes dolgot ne találtunk volna, hogy elmegyünk. De ezért össze kéne gyűjteni, és csinálni egy ilyen kiállítást belőle, vagy nem tudom, vagy elajándékozni. Ja, mit találunk a vízbe, hogy eladjuk őket? Azt mondjuk, ne üssél vele, komolyan mondom. zuhanyoztam, meg is elédeltünk, felfordítottam a csólakot, oda, látjátok, oda felfordítottam, kiraktam a motort, egyelőre ide tettem. Nem tudom, hogy lehet, hogy itt lesz, lehet, hogy a garázsba, egyelőre ide raktam, mert valószínűleg holnap ugye megint elvisszük, lehet, hogy jön apukám is, reggel lehet, hogy elmegyünk a Davis-szel, attól függ, hogy milyen idő lesz. Aztán délután lehet, hogy elvisszük a jazzkit is apukámmal, meg az öcsémmel, majd meglátjuk. Úgyhogy ezt a mai videót én most befejezem, ugyanis mostan már semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!